Szász János, a Hedda Gabler rendezője már augusztusban elkezdte a darab olvasó próbáit, de egészségügyi problémái miatt a bemutatót a következő szeptemberi évadra tették át. Helyettes Langer András igazgató rendezésében Agatha Kriszti az Egérfogó című előadását láthatják majd a nézők október 17-én. Az az előadás nagyon eljutott a közönséghez eszéhez, szívéhez, ez a mániám lelkéhez, és azt gondoltam, hogy ilyenkor ez az a kivételes helyzet, amikor elő lehet venni valamit a tartsajban, mert amúgy egy művész számára nem nagyon nagy kihívás ugyanazt megcsinálni még egyszer. De itt nem az én személyes boldogságomról volt szó, hanem arról, hogy a Nyíregyházi Móricsikbon színháznak a bérlet kellett megmenteni. Az új előadás műfajlag részben hasonlít az eredeti tervben szereplőre. Egyrészt nagyon, másrészt meg nem nagyon. Ugye a Ibsen drámája az egy ilyen pszichológiai, lélektani, szerelmi, szenvedés, erotikus házasságtörténet, egy tragédia. És az a furcsaság, hogy az Agatha Christie persze egy krimi, amiben vannak picik is szellemes részek is, de a, ennek a tragédiának a mélyén egy nagyon mély és régi, 18 évvel ezelőtt családi tragédia áll, ami a krimi, ahogy megy előre, lassan kifejtődik ennek a családnak a szintén halállal és szomorúsággal vagy vegyes története, és mire megtudjuk, hogy ki a gyilkos, fejfetőd, felfejtődnek ennek a régi mély történetnek is a szálai. Az Egérfogó című előadást 63 éve játszák, ezzel kiérdemelte a színház történelem leghosszabb ideje futó darabja címet.